Szép estét kívánok! Nagyon örülök, hogy erre a speciális témára is azért vagytok. Én megmondom őszintén, kevesebb emberre számítottam. Tehát a mai nap, várjatok, meg kell néznem, hogy kik vannak, mert olyan jó látni, jó? Tehát ezt én most végignézem. Na, igen. Azért nem olvasom fel, mert ha nem olvasok fel mindenkit, akkor valaki megsértődik, de mindenkinek nagyon örülök. Szuper, szuperek vagytok. No, jó látni ennyi embert így együtt. Jaj, most még csak azt néztem, akik írtak, hát ettől sokkal többen vagytok. Jó pillanat. Hűha. Az igen. Ó, még új nevek is vannak. Nagyon jó. Írjátok már meg, hogy ki az, aki esetleg új. Jó. No, tehát üdvözöllek benneteket. Már csak kíváncsi vagyok, hogy ki van-e új, mert úgy tűnt, hogy van új nekem, legalábbis a nevekből. Tehát aki esetleg még nem ismerne, Szabó Ilona, Ica vagyok. Hát most már mondhatom, hogy 11 éve foglalkozok ezzel a dologgal, amivel foglalkozok. És ez csak azt mutatja, hogy nagyon telik az idő. Persze mutathatja azt is, hogy egyre rutinosabbak vagyunk abban, amit csinálunk, és vannak olyanok, akik szinte első perctől, amióta elkezdtem tréningeket tartani, időről időre visszajönnek, visszatérnek, amikor olyan élethelyzetük van, ami nagyon erős, mert általában hozzám azzal a helyzettel jönnek, amikor valami nagyon erős. Tehát erős érzelmek, erős konfliktusok vannak. Egész nagy sikereket értünk el azzal, hogy hogyan lehet visszagöngyölíteni. Most ugye éppen recall healing tréningek voltak mostanában, így aztán, aki esetleg ott járt, illetve a Facebookon nagyon sok ilyen témáról volt szó, tehát aki esetleg a recall healingbe jártas, az tudja, hogy mennyire fontos az indító programot megtalálni. Elnézést, csak sokat ment a légkondi. Tehát, hogy mennyire fontos az indító programot megtalálni, ami az életünk 2,5 évéből áll, illetve nem is az életünk, mert ugye a magzati kor 9 hónap, magzati kor előtt 9 hónap, és a születés utáni 1 év, tehát ez 2,5 év, hogy ott, amik történnek, az mind meghatározza az életünket, újra és újra visszatér. Most érdekes dolog ez, igaz, hogy nem erről akartam beszélni, de egy 2 percet fogok erről beszélni, mert fantasztikus. Tehát ha valaki mostanában pont a recall healing miatt többen kerestek fel azzal, hogy nézzük már meg, hogy mi van ott az indító programba. És hát a legegyszerűbb nekem úgy megtalálni, hogy mi van az indító programban, ha megkérdezem, hogy van-e az illetőnek bűntudata bármi miatt, és azt szépen visszafejtegetem, és az esetek nagyon nagy részébe a magzati korig tudunk visszamenni. Minden esetben azt tapasztaltam, hogy a magzati kor, egyetlen egy esetben nem vagyok biztos, az pedig, hogyha valaki úgy gondolja, hogy ő felelős valakinek a haláláért. Ott nem, ha nagyon erős az érzelem, akkor nem enged vissza a magzati korig, bár annak is azt gondolom, hogy ott van a gyökere. Na de nem kell, hogy eljussunk ugye a magzati korig, nem kell, hogy feltétlen bűntudat legyen, ha azt veszi észre az ember, hogy ismétlődő folyamat van, akkor ott a indító programban megtaláljuk a gyökerét. Na de kevesen foglalkoznak azzal, hogy és vajon az indító program, ami az egész életünket meghatározza. Miért az az indító programunk? Amire rájöttem itt a hosszú évek alatt, az az, hogy az indító program, hogy mi az indító program, azt az határozza meg, hogy mi a karmánk.
jó karma, rossz karma, amit ugye akit most ezoterikus, meg spirituális biztos mondaná, nincs olyan, hogy jó, meg rossz karma, de hogy is nincs a mostani nézőpontunkból, vannak jó dolgok, meg vannak rosszak, aztán, hogyha nagyon magas szintre megyünk, mondjuk Buddha szintjére, ott meg nincsenek, na de mutassatok egy embert nekem Magyarországon, aki azon a szinten van. Persze csak tudjuk, hogy ilyen létezik, de nem éljük. Vannak olyan tudatállapotok, amit el tudunk érni, akár egy ki vagyok én gyakorlattal, amikor a forrás állapotig eljutunk, ugye azok a feltétel nélküli szeretet, az univerzális, totális béke, az univerzális csönd, az egység, az Istennel való egység, az isteni fény állapotok, ezeket mindet meg lehet tapasztalni, majd lehet, hogy csinálok is erre tréninget. Na de, ezt csak azért mondtam, mert ezek olyan izgalmas dolgok. Tehát, hogyha valaki arra is kíváncsi és kutakodik tovább, hogy miért az az indító programja, miért volt neki az az indító programja, miért volt az, hogy az anyukájának, amikor ő magzat volt, és édes terhét viselte az édesanyja, tehát várandós volt a gyermekkel, és ez a gyermek most már felnőtt, és feltesz magában a kérdést, hogy miért? Vajon miért történtek azok édesanyámmal, ami most az egész életemre kihat? Vajon miért mondta az orvos azt az édesanyámnak, hogy nem kellene már ezt a gyereket megszülni, és akkor én meg magamra vettem ott magzati korból, hogy azért milyen dolog az, hogy jövök én itt megszületni, és akkor anyukám milyen rosszul érzi magát. És akkor megint csak kihat az egész életemre. Ez a magzati bűntudatnak a gyökere lesz, hogy beállítom itt magam. Még egyszer elmondom, ezek a karmáink. És ugye azért is hirdettem meg ezt az előadást, hogy beszéljek egy picikét arról, hogy a most hétvégén induló 4 hétvégés, ami 4 hónapon keresztül egy-egy hétvége, tréningen, illetve képzésen miről lesz szó. Magának a képzésnek a címe speciális karma oldó tréneri képzés, nem csak trénereknek. Azt hiszem elég beszédes a címe. Erről az jut eszembe, amikor olvastam a kérdést, hogy lehet hallgatni Ábrahámnak a Kérdés megadati című könyvből annak a lénynek a CD-it, illetve hanganyagjait, amikor ugye Eszteren keresztül, a médiumon keresztül beszél, és elmondja, hogy a Kérdés megadati című könyvnek ő milyen címet szeretett volna adni. És körülbelül 3 percen keresztül mondja, és ez csak a cím. És őt, hogy hát ugye az elég hosszú lett volna. Na hát én is így vagyok vele, hogy valóban átadni, hogy ott miről lesz szó, az csak egy nagyon-nagyon hosszú címmel, meg alcímekkel lehetne. És pont emiatt szeretném most ezt a kis előadást e köré tenni. Januárban összeírtam magamnak egy listát. Hát most nincs itt az a lista, de 3 oldal lett, hogy mit szeretnék én ebbe az évbe elvégezni. És amikor a végére értem, akkor rájöttem arra, hogy ez a lista elég hosszú. Ugye volt benne teremtő gyakorlatok, csalódás kitisztázás, konfliktus kitisztázás, a tükörgyakorlatok, a bűntudat kitisztázás. A bűntudat kitisztázásnak az a fajtája, ha Istennel van bűntudatunk, az a fajtája, ha magunkkal, az a fajtája, ha mással, a magzati bűntudat, a halál esetén a bűntudat, a dűfeloldó gyakorlatok, az egymásra rakódott feloldások, a 8 hónapos tréning, és még sok-sok-sok mindent felírtam, pénzenergetikai mesterkurzust, és akkor rájöttem, hogy ennyi tréninget egy évben nem lehet megtartani. És ekkor, hát néztem, hogy ez körülbelül 3 év, de ahogy itt most elsoroltam, szerintem 5 év. És akkor azt gondoltam, hogy ne menjek itt árral szembe, és elhívtam a Jós barátnőmet, és megkértem tőle, vagy elkért, na, megkértem, hogy nézzük már meg, hogy mi az, mely tréningek azok, ami erre az évre nekem támogatva vannak. És akkor az egyik tréning, az, amit ugye most fogok tartani, ez a
speciális karmaoldó tréneri képzés nem csak trénereknek, a másik pedig a generációs gyászoldás. Amikor majd az aktuális lesz újfent, akkor fogok arról is tartani így tájékoztató előadást, mind személyesen, mind így a webkonfin keresztül. Azt már előre szólok, hogy az lesz online tréningen is, és lesz Budapesten is. Már elkészült a budapestinek a linkje, most tettem ide be, úgyhogy nézzétek meg. Az is nagyon izgalmas, döbbenet, évekig kutattam, kerestem, hogy mik lehetnek a hipohondriának, mert ugye van egy lájtos hipohondriám, vagy most már nem akarom elkiabálni, de nem találom magamba. Tehát a hipohondriának, a halálfélelemnek, a túlféltéseknek, hogy mi lehet az oka, és bizony-bizony egy szeletét megtaláltam, és ugye akik ismernek, azok tudják, hogy minden évben találok meg valami újabb szeletet, ami az érzelmek kapcsán van. Tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy én elmegyek mondjuk egyetemre, vagy valami előadásra, és akkor ezeket én megtanulom, hanem vannak felfedezéseim, sokszor persze van olyan, hogy hallok valahol valamit, nem nézzetek meg, nem kapcsoltam ki, de most nem veszem fel. Na tehát hallok valamit, és az segít nekem abban, pont ez, amit most mondok, hogy olvastam a gyász kapcsán, mert volt egy gyász feloldó hétvégét tartottam, és nekem inkább a specialitásom a párkapcsolati gyász, ami azt jelenti, hogy a párunk még nem halt meg, csak lelépett vagy elköltük, és ekkor is, ahogy kilép az életünkből, kimegy az energiaterünkből, ott hiány keletkezik, és ez a párkapcsolati gyász. Aztán ugye rájöttem, felismertem azt is, hogy bizony-bizony, a normál gyász is hasonlóan működik, egy kicsit képeztem benne magam, és néhány könyvet elolvastam neves terapeutáktól, akik már mondjuk 40 éve terapeuták ennek a témának, és ott olvastam azt, hogy aki 40 éve terapeuta volt, felfedezte azt, hogy aki nem dolgozza ki magából a gyászt, az egész életében ugye húzza ezt magával, és nála kialakulhatnak a túlféltés, a mindentől való félelem, hogy elveszt valamit, olyan szintig, hogy nem mer párkapcsolatot kialakítani, mert már előre attól fél, hogy elveszíti, akkor a hipohondria, a betegségektől való félelem, a haláltól való túlzott félelem, és ha ezt mi nem dolgozzuk fel, akkor nem csak a mi életünket keseríti meg, hanem a származottaink életét is. És ahogy én ezt elolvastam, abban a pillanatban ugye összeállt a kép, hogy oké, ha én nem oldom ki, értem. De mi van azzal, hogy az őseim nem oldották ki? És ugye nekem volt egy kis hipohondriám, meg halálfélelmem, nem is kicsi, és hát azonnal tudtam, hogy melyik gyakorlaton fog erre jó lenni, és azóta nem egyszer csináltunk erre gyakorlatokat közösen, és nagyon jó eredmények vannak, úgyhogy ezt szeretném minél hamarabb megmutatni. Na, ez a két tréning, ami erre az évre nekem támogatva van, úgyhogy ennek kapcsán indítom ezt a 4 hétvégés képzést, és fellelkesültem nagyon, amikor ezt hallottam, hogy ez támogatva van, ugyanis az is kiderült, hogy a 2015-ös év nem más, mint az elengedések éve, és a karmikus kiegyenlítődések, ugye ez a fektetett 8-as leginkább a kiegyenlítődésről szól, tehát ez az év, ennek az éve. És így aztán megértettem, hogy miért a karmoldás, és miért a generációs gyászoldás, amit támogatott ebben az évben. No, és felbuzdultam, és másfél hónap alatt tartottam 20, azaz 20 darab bemutató előadást Budapesten, Nyíregyházán, Debrecenben, de úgy, hogy egyik nap Debrecenben, másik Nyíregyház, harmadik nap Pest, tehát végül is volt, amikor volt egy-két nap kimaradás, tehát másfél hónap alatt 20 előadást tartottam, nagyon élveztem, és a támogatást azt onnan is éreztem, hogy talán kétszer volt olyan, hogy valaki nem is kekeckedett, hanem úgy belekérdezett, mert nem értette igazándiból, illetve korábbi ismeretei egy kicsit másként mutatták, és
olyan szépen kisimultak az emberek, olyan magas megértést kaptak, hogy egyszerűen, komolyan mondom, annyira hálás voltam a mindenség teremtőjének, hogy ezt valahogy így rendezte, mert az nagyon jó egy trénernek, egy előadónak, ha, hát ezt most túlzás egy picit hadd mondjam így, hogy tátott szájjal hallgatják, de ezt éltem meg az előadásokon. Ugye most, akik itt vagytok, látom, hogy többen voltatok az előadásaimon ki bármelyik városban, itt látom, mind a három városból vagytok, és többből vagytok természetesen, de ahol előadásokat tartottam, és ott tényleg ezt láttam, és nagyon komoly dolgok indultak el, mutattam be, hogy lehet ezeket a hívó mondatokat megszerkeszteni, ami ugye ezeknek a gyakorlatoknak a lelke. Na és akkor most hétfőn fejeztem be a 20-adikat, és ezzel le is zártam a bemutató előadásokat, és most hétvégén indul szombat-vasárnap a... Igen, Anna-Mari, ott voltál legalább 5 előadáson, úgy emlékszem, olyan bemutató előadáson. Köszönöm, hogy visszajelezted. No, és indul ez a tréning, és azért is terveztem ezt a tréninget, mert a 4 hétvége elég ahhoz, hogy az éppen oldható karmáinkat kioldjuk, még a haladó eseteket is. És gyorsan egy picit előre futok, hogy mi lesz a 4 hétvégén, mert többen jelezték, hogy nagyon fontos, pont az, ami talán utoljára lesz a 4. hétvégén, de lehet, hogy egy kicsit előrébb hozom, hogy ezzel tudjanak dolgozni az emberek. Vannak olyan esetek, ugye szoktuk mondani, hogy senkinek nem szabad riszkálni az ő életébe kérése és tudta nélkül. Ezt én is így gondolom, bár van az a határ, ahol nem lehetünk szemtelenek, és igenis azt gondolom, hogy az embernek a lelkiismerete, ha megszólal, ott azért tud dolgokat tenni. Bár ugye ez is egyéni, hogy kinek hol szólal meg. Ugyanakkor vannak olyan esetek. Viszont szokták mondani, hogy imádkozni kiért lehet. És az egyik ilyen napunkon megtanuljuk, hogy a karma oldó kapcsán hogyan lehet imába foglalni, ami közvetlenül a teremtőhöz szól, hogyha azt látjuk, hogy egy ismerősünk, egy rokonunk, egy szerettünk rettentő sokat szenvedett már, és még mi is úgy látjuk, hogy már ez megszenvedett valamit, de kutyául, hogy hogyan lehet úgy imádkozni érte, és majd precízen kidolgozzuk ezt a hétvégéken, viszont most elmondom nektek, mert hát ha segít olyannak, aki nem tud eljönni a tréningre. Persze ott majd sok ilyet fogunk, és rutinunk lesz belőle, benne, viszont akinek most kell, akkor ezt most ingyen és bérmentve átadom. Tehát aki már végzett végzett karmaoldó gyakorlatot, ami az én fejlesztésem, az tudja, hogy úgy szól, hogy a lelkeknek a figyelmét meghívjuk arra, hogy tekintsenek rá, hogy mi már mennyit szenvedtünk. Abban a témában, ami nekünk éppen lelki fájdalmat okoz. Tehát, hogyha mondjuk valaki kirabolt bennünket, vagy meglopott bennünket, vagy elárult, megszégyenített, megcsalt, stb., akkor ez ugye azt jelent, és ez fáj, és mi ilyet soha nem tennénk, és a másik mégis megtette, a kettő közt ugye az a nagy különbség van, olyan nagy különbség van, hogy benne lesz, megszületik a lelki fájdalom. És ezt a lelki fájdalmat, mikor mi megszüljük magunkba, megmutatjuk, tehát mint egy vezeklést letesszük a lelkek elé, és megmutatjuk nekik, és megkérjük, hogy tekintsenek ide, láthatják, mennyit szenvedtünk, és most már értjük, hogy mit tettünk ellenük annak idején, és kérjük, hogy bocsássanak meg. Na most ugyanezt tesszük az imába, azt mondjuk a teremtőnek, hogy kérlek, teremtőm, itt van a Jóska bácsi, vagy a nem tudom, én kicsoda, és hogy nézd meg, mennyit szenvedett, és kérünk, teremtőm, hogyha te is egyetértesz vele, akkor
a lelkeket, akik ellen ez az ember előző életeibe vétett, azoknak a tekintetét, figyelmét fordítsd ide, és mutasd meg, tedd az egyik tenyeredet a szenvedőnek a fejére, a másik tenyereddel, meg mutasd meg a lelkeknek, hogy mennyit szenvedett már ez az ember, és akkor mi csak látjuk magunk előtt, hogy a lelkek ehhez mit szólnak, és mind a, ugye, ha ezt a teremtő ugye hozzájárul, akkor megy a folyamat. És akkor a végén, akárha arról van szó, hogy egy haldokló úgy tud átmenni, hogy megbocsátottak neki a lelkek, és nincs ez a tudattalan teher, ugyanis ez egy, tehát a karma, ami éppen oldható karma, az egy tudattalan teher. Ugye szoktam mondani, hogy a bűntudat és a karma nem a legjobb párosításként mondom, akkor mondom érzelmi szinten, a bűntudat és a lelki fájdalom. A lelki fájdalom, ami egyébként a karmának a jelzője, tehát a bűntudat és a lelki fájdalmak testvérek. Mind a kettő olyat mutat, hogy valamikor a múltban megtettem valamit, és ezért úgymond szenvednem kell. Igen, ám csak ha ebben az életünkben tettünk valamit, akkor általában tudjuk, hogy ha rosszat tettünk, meg kell szenvedni. Konkrétan mondom, ha például én loptam, és lopnak tőlem, akkor nagy valószínűséggel azt fogom mondani, hogy hát bizony-bizony loptam, most eltelt egy év, tőlem is loptak, na ez nagy valószínűséggel azért történt, mert tőlem is loptak. Ez egy azonnali karma. Tehát ez életes karma. Igen, de amíg nem oldjuk fel a karmát, vagy nem történik meg, addig bűntudatunk van. Viszont az ez életesre emlékszünk, hogy tettem valamit. Tehát én azt tudom. Igen, ám, de az előző életes karmánál nem tudom. Fogalmam sincs, hogy kivel mit okoztam, kinek mit okoztam, ugyanakkor a terhét cipelem magammal. És ez a teher akkor érződik, hogy mekkora teher, amikor lelki fájdalmunk van, és megtapasztaljuk azt a fájdalmat, és ekkor van arra lehetőségünk, hogy együtt érezzek azokkal, aki ellen ugyanezt tettem. És az együttérzésemben megértem, hogy mit okoztam, és ahogy megértem, hogy mit okoztam, és jelzem, hogy megértettem, tehát ezért kell a gyakorlatot elvégezni, hogy jelzem a lelkek fele, hogy igen, bocsássatok meg, nagyon sajnálom, hogy ezt tettem, mint most a Géza, amit tett velem. Bocsássatok meg, nagyon sajnálom, akkor még nem tudtam, mit teszek, de most, hogy a Géza megtette, tökéletesen értem. Majd belepusztultam a fájdalmamba. Tudom, értem, úgyhogy bocsássatok meg. És ekkor a lelkek azt mondják, hogy elengedik, illetve nem mondják, hanem elengedődik bennük az a kívánalom, ami akár több életen keresztül bennük volt, hogy mi szenvedjünk. Akkor gyakorlatilag erre dolgoztam ki ezt a gyakorlatot, nyilván majd a tréningen elmondom, hogy hogy s mint. Itt is már beszéltem róla sokat, meg a bemutatókon is. No, úgy fog kinézni ez a 4 hétvége, első szombat vasárnap, hogy elmagyarázom ezt az egészet. Elmagyarázom azt is, hogy mi van akkor, ha valaki nem hisz az előző életekbe, illetve a reinkarnációba. Bár azt gondolom, hogy aki ide fog jönni hozzám, az mind hiszi. Igen, viszont fogunk esetleg olyanokkal is találkozni, akik nem hisznek benne, illetve a hallgatók fognak ilyennel is találkozni, úgyhogy a hallgatókat, hiszen közülük többen segítők, vagy trénerek, ők mindenféleképpen fontos, hogy azokkal is tudjanak majd dolgozni, akik nem hisznek az előző életbe, tehát az ő karmáikat is. Legyen esély. Tehát legyen egy esély arra, hogy ez feloldódhat. Ugyanis a karmák oldódnak spontán is, és akkor, ezt már is elmondom, hogy a spontán oldódásnak az a jele, amikor egy olyan mondat budjon ki belőlünk, hogy kész, vége, megszenvedtem. Ezt ilyenkor az ember
Azt érzi, hogy nem is ő mondta, ki jött belőle. Nem érdekelte, ki jött. Ez általában azt mondom, hogy a léleknek az üzenete. A lelkünk sokszor beszél rajtunk keresztül. Csak meg kellene hallanunk azt, hogy mit mondunk. Mert úgy, olyan, mintha mi mondanánk. Persze mi mondjuk, de a lelkünk beszél rajtunk keresztül nekünk. Kinek nekünk? Hát, aki vagyunk most, leginkább, amivel tudatosítjuk magunkat, és ott elő van, eléggé elő van bennünk mostanában az ego. Ez nem baj, mert ugye ez kell az élethez, mert hát szükség is van rá. Viszont kéz a kézbe kellene járnia az egónak és a léleknek, mintha jó testvérek lennének. És ahogy mintha a lélek egy nagyobb nővér vagy testvér lenne, aki már bölcsebb, és ő tudja és vezeti a kis egót, viszont az ego egy ilyen kis vasgyúró valaki, aki erős, és tud nekünk segíteni. Illetve a léleknek tud segíteni, és akkor egy az egybe, vagy együtt mások mindenre viszik. Na, tehát egy kicsit előre szaladtam, tehát lesz ez az ima, amikor vagy betegekért imádkozunk karma kapcsán, vagy olyanokért, akik soha meg nem tennék, hiszen vagy nincstelenek, vagy már olyan állapotban vannak, hogy önkívületi állapotban, tehát tudunk értük imádkozni. Persze tudunk családokért, tudunk a nemzetünkért, tudunk az egész földért. Ezt majd ki-ki, mindenki a saját habitusa szerint megteszi. Itt tulajdonképpen megtanuljuk, hogy ezt hogyan lehet elvégezni, lesznek rá példáink, és akkor mindenki majd szépen hazaviszi és kidolgozza a sajátját. Itt is fogunk kidolgozni. Na de ez, ugye ezt előre szaladtam. Tehát első nap átbeszéljük, mi lesz. Elmondom, hogy mi a gyakorlatnak a lelke, a hívómondat. El fogom mondani, hogy ezt a hívómondatot hogy tudjuk precízen megszerkeszteni. Ma is volt egy ilyen karmaoldás, iPhone, és pedig már készült a hölgy rá, tudta, hogy mik azok, amiket majd el akar nekem mondani. Így is egy óra volt, amíg igazándiból átvettük, és megtaláltuk azokat a szavakat, és pont olyan sorrendbe, ami azt az igazi beleélést, a mondatok megélését, illetve a valami megélésének a visszatükrözése. Amikor úgy érzed, hogy fú, ez ott van. Na, erre van mindig szükségünk, amikor így érezzük, hogy fú, az ott van. Ezt fogjuk átvenni. Aznap szombaton egyetlen egy bemutatót tartok, ami azt jelenti, hogy egy embernek megmutatom, hogy precízen, hogy dolgozzuk ki a hívómondatát, és utána bemutatom a gyakorlatot. Persze nagyon sok mindenről fogok az első hétvégén beszélni, mert az első hétvége mindig a legnehezebb mindenhol, ugyanis ott nagyon sok információnak ott kell lenni, hogy a következő három alkalom ebből fog táplálkozni. Második nap, vasárnap délelőtt arról fog szólni, persze kürtös kalácsot is fogunk enni, mert jön a kürtös kalácsos barátnőm, és ő már elmondta nekem, hogy milyen kürtös kalácsokkal fog készülni. Lesz édes is, és sajtos is. Na, ezt csak megemlítettem, mert nő vagyok, és ezt nem hagyhatom ki. No, második nap, ugye megfogalmazzuk a, megint bemutatok egy darab hívómondat megfogalmazását, majd párbálnak az emberek, megfogalmazzák a saját hívómondataikat, illetve ilyen kis hármas csoportok lesznek, mindenki segítne, már el kell kezdenünk tanulni, szembesülni azzal, hogy milyen is egy hívómondatnak a fogalmazása. Utána már is ebédszünet lesz, majd lesz egy, tehát utána párválnak az emberek, és akkor így elvégzik ezt a gyakorlatot. Természetesen megyek mindenki körül, és akkor, ha elakadás van, akkor segítek. Annál is inkább, mert a következő hétvége lesz az, amikor a haladó változatot veszük. És bizony, az alapgyakorlatnál is előfordul, hogy valaki belecsúszik egy haladó változatba. Mi is egy ilyen haladó változat. Ugye akkor egyből menjünk át a második hétvégére. A haladó változat egy olyan változat, amikor nagyon durva dologról van szó. Mikor nem akarnak a lelket megbocsájtani.
amikor bárhogy kérjük tőle a bocsánatot, és nem akarnak megbocsájtani. Már megmutattuk, hogy mit szenvedtünk, megmutattuk, hogy mit szenvedtünk a fogantatás pillanatától, megmutattuk, megkértük a Teremtőt, hogy azt is mutassa meg, amit eltitkolt előlünk, hogy ne lássuk, hogy nehogy bele pusztuljunk. És akkor, ha még ez se hatotta meg őket, akkor megmutatjuk, hogy az őseinknek a vérvonalát visszük, mennyit szenvedett. Ha ez se hagyja meg őket, akkor megmutatjuk, hogy előző életeinkben mi mennyit szenvedtünk. Na most vannak, akik nagyon ritka, de van, akit ez se hat meg, marad egy kemény mag, aki nem bocsájt meg, és akkor nekik azt, akkor megnézzük, hogy nincsen neke véletlen fájdalomba, vagy nem gyűlölködik. Mert aki gyűlölködik, az fájdalomba van. Aki pedig fájdalomba van, nyilván most hallom, akik már hallottak engem többször, hogy már mondjátok magatokban, hogy bizony-bizony, aki fájdalomban van, az karmában van. De most aki karmában van, annak meg kell mindig látnia, hogy ő mit okozott előző életekbe, úgyhogy ilyenkor megint kérjük a Teremtőt, hogy mutassa meg a lelkeknek, hogy mit is, ők mit tak másoknak, és amikor ezt látják, úgy meghökkennek, megdöbbennek, összeáll bennük a kép, megértik, hogy miért kapták tőlünk előző életekben azt a szenvedést, amit kaptak, és így tökéletesen meg tudnak nekünk bocsájtani. No, közben folyamatosan, igaz, hogy mindig egy témán fogom tartani a figyelmet, illetve a fókuszt, ugyanakkor óhatatlan, hogy az összes többiről ne beszéljek, ugyanis a hónapok között, a hétvégéket mindig eltelik olyan bő 3 hét vagy 4 hét, körülbelül ennyi kell ahhoz, hogy egy nagy gyakorlat után úgy nevezzük, hogy a hatóidő elteljen, ami ott ugye alakítgatja a környezetünket, az idegrendszerünket, mi lekövetjük, odafigyelünk, stb. 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 Na és ugye lesz egy olyan, amikor van egy nagyon érdekes változata a haladó változatnak, amikor olyat teszel az életedbe, tehát nem veled más tesz olyat, ami fáj, hanem te teszel olyat, vagy a világban történik olyan. Ugye a világban történhet olyan, hogy zavarhat, fájhat neked az, hogy nőket erőszakolnak, meg gyerekeket dolgoztatnak, stb. Stb. Vagy akár megmondom őszintén, engem is nem akartam ilyet belehozni, de például engem megérintett az, ahogy jöttek a most ez a népvándorlás, ahogy megindult. Persze nem örülök annak, hogy el akarná valaki is foglalni az országunkat. Ugyanakkor nagyon megérintett az, amikor hallottam, hogy emberkereskedők, ugye azzal biztatják azokat, akik jönnek most Európába, hogy itt van egy csomó hely, osztják ingyen a helyeket, munka van, minden van, nagyon jól fogják magukat érezni, és bizony ők eladják, amiük van, vagy a kis összespórolt pénzüket, vagy csak összedobja, férfiak előre jönnek, ugye, akik idáig eljutnak, megérkeznek itt végnyán, lefogyva, stb. És lehet, hogy soha nem látják a családjukat többet, vagy ugye kiirtják őket, mit lehet tudni, és ez az elszakítódás nekem például fáj. És ugye ezekre is lehet külön gyakorlatot végezni, és igen, tehát itt már veszünk ilyen globálisabb dolgokat is. Na, mit veszünk még? Ja igen, tehát amikor van olyan, hogy mondjuk létközben én visszanézek, hogy mit is csináltam előző életeimben, milyen fájdalmakat okoztam. Például most akkor mondjak egy olyat, ami pont most hétfőn volt. Nagyon érdekes, mert hétfőn az agykontrollban, és előtte a magnetházba tartottam előadást, és mind a két alkalommal olyan vendégek voltak, illetve hallgatók, ahol több illetőnél kijött, a hölgynél kijött az, hogy a gyerekeik olyan, mintha kitagadták volna őket, megtagadták, gyűlölködnek, pedig ők aztán az egész életüket erre tették fel, nem volt magánéletük, stb. 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 És hogy milyen hálátlanok. És ugye akár lehet, hogy csak most ez azért jutott eszembe, mert ez egy ritkábbi téma,
és visszanézhetek, hogy előző életeimben én ugye akár csináltam ilyet, és akkor azt mondom, hogy Úristen, hány szülő, aki azt mondta, hogy vér vagyok a véréből, hús a húsából, és én megtagadtam, letagadom, gyűlölködök, akár ellenük fordultam, stb. Stb., és hogy ez nekik mennyire fáj, és ha így én visszanézek a létközbe, akkor ugye az ember azt mondja, hogy Úristen, mennyi lelket hagytam fájdalomba, akkor őket szeretném felszabadítani, újra kihozni ebből a fájdalomból, ebből a mocsárból, és akkor azt mondom, hogy oké, kik azok, akik bevállalnák nekem, hogy szembesítenek az előző életi tetteimmel, és akik ezt bevállalják, nyilván ilyenkor a gyerekeim, és ebben az esetben az történik, hogy mikor megszületnek a gyerekek, ugye mindent megteszek értük, és akkor felnőtt korukba, vagy tini korukba pedig ellenem fordulnak. És ez azért érdekes, mert hogyha mondjuk ebben az életemben nem tudom kidolgozni, akkor a következő életben már nem kell, hogy ilyen játszópajtásokat vagy segítőket keressek, hanem én magam fogok mondjuk ilyet csinálni, és nekem fog fájni. Tehát gyakorlatilag már nem kell, hogy kívülről mutassa nekem bárki, hanem én fogok olyat csinálni, ami nekem nagyon fáj, hogy én megteszem. De nem értem, hogy miért teszem, de mindig megteszem. Tehát ezek azok a kötéseink, amit azért teszünk meg, mert fel kellene már oldani ezt a karmánkat. Tehát ilyenekről is lesz szó, és hát ugye a vége, ez az ima, viszont mind a négy hét végén nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektettünk a speciális esetekre, lesz nagyon sok példa a korábbi esetekből, és lesz a különleges esetek. Nagyon nehéz megfogalmazni, még sokszor nekem is, úgyhogy ezt nagyon szeretném majd átadni, amikor valaki olyannal, most már egyszerű, de régebben ez nekem nehezebb volt, amikor olyannal kerestek meg, hogy nem az fáj nekik, amit más velük okoz, hanem hogy mondjuk a gyerekükkel, vagy a szüleikkel, vagy a szerelmükkel valaki csinált valamit, és ez nekik annyira fáj, hogy majd bele pusztulnak. Akkor ez pedig azt jelenti, hogy én az előző életeimben valakinek a szerettét olyan helyzet kínoztam, vagy szenvedtettem, és akkor ő mondta azt, hogy na, majd csak tapasztald meg te is ezt. És akkor most jött ennek el az ideje. Tehát például ezt is veszik. Mondom, ez egy kicsit kacifántos, de fel kell ismerni. És nagyon szeretném tisztán átadni ezeket, nagyon felismerhetővé tenni. Mi van még? Ja igen, és akkor van egy dolog, ami a mostani 8 hónapos tréningkor jött ki, hogy voltak nagyon buzgó hallgatóim, akiknek volt, hál' Istennek, több oldható karmájuk egyszerre, és hát ugye bele szerették volna egy gyakorlatba tenni, és hát sikerült is, de azzal, hogy megszenved olyankor az ember, az nagyon kemény. Úgyhogy megtapasztaltam azt, azóta többször is, hogy mindig csak egyetlen egy karmával kell dolgoznunk, a legerősebben, és a többit meg az úgynevezett fájdalom listára írjuk fel. Tehát csak most mondok valamit. Az egyik nagy fájdalma mondjuk az, hogy megcsalt a férjem, és átvágott és szivatott évtizedeken keresztül. A másik nagy fájdalmam, hogy a munkahelyről mondjuk kirúgtak, holott én mennyire megbízható és lojális voltam. És ugye milyen érdekes, hogy akár össze is függhet a kettő, mert mondjuk lehet, hogy a férjem azért csalt meg szivatott meg, stb., mert én a munkahelyemen annyira lojális voltam, hogy nem 8 órát dolgoztam, hanem 14 órát, így aztán esélyese volt annak, hogy nekünk tökéletes párkapcsolatunk legyen. Ilyenkor, ha mondjuk az fáj jobban, hogy a férjem megcsalt, elhagyott, szivatott, stb., akkor ugye hívjuk a lelkeket, akiket én megcsaltam, megszivattam, átvágtam,
kihasználtam, és az, hogy mondjuk a munkahelyemen kirúgtak, az a fájdalomlistára kerül, és mikor mondom a lelkeknek, hogy bocsássatok meg, hogy megszivattalak benneteket, bocsássatok meg, hogy megcsaltalak, stb. Nagyon sajnálom, csak akkor még nem tudtam, hogy mit teszek, mit okozok a tetteimmel, de most, hogy a férjem ezt megtette, tökéletesen értelek benneteket. És ugye a következő kör mindig arról szól, hogy megnézzük, hogy van-e, aki ilyenkor megbocsájt, vannak, akik már elmennek, megbocsájtanak, viszont ha lesz egy kemény mag, azoknak akkor hozzuk a listát, és mutatjuk, hogy nézzet csak. Azért is kérem, hogy bocsássatok meg, hisz kutya sokat szenvedtem, mint például 20 éven keresztül napi 14 órát dolgoztam, rettentő lojális voltam, bla 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 bla, mégis kirúgtak. Ez lehet az egyik. És akkor közben ezt a teremtő mutatja is a lelkeknek, hogy mi mentünk keresztül, és ez az a pillanat, ahol a lelkek legtöbbször, még van úgy, hogy el is sírják magukat, hogy Úristen, mennyit szenvedett ez az ember. No, igen, és az, gyakorlatilag ugyan nagyon megpróbáltam a vázat elmondani, közben fel fogom a 4 alkalom alatt készíteni az embereket arra, hogy hogyan kell egy másik személynek segíteni. Az egy dolog, hogy a magunkét kioldjuk, megtanuljuk magunknak is csinálni. Azon kívül meg kell tanulni, hogy hogyan kell hozzáállni a másikhoz. Pozitív közönyből nem viháncolunk, nem nevetünk, nem sírunk. Nem érintjük meg az embert, hiába az okok sír, mert ha elkezdenénk vigasztalni, azt ugye csak egyetlen egy esetben szoktam tanácsolni, ha nem végzünk gyakorlatot. Ha nem végzünk gyakorlatot, és elsírja a barátnőm magát, akkor megölelgetem. De amikor gyakorlatot végzek, mondjuk a barátnőmnek, akkor hozzá nem érek. De nem azért, mert leprás, hanem azért, mert ő most éppen felzizgeti magába az összes energiát, ami addig el volt rejtve magába, ha én hozzáérek, akkor átszívom magamba, és elveszem az ő erejét, hogy ezt ki tudja magába dolgozni, ki tudja magából tisztítani. Ezeket is megtanuljuk, hogy ilyen mit jelent ez. Nem azt, hogy leburkoljuk magunkat, nem. Abszolút nem, mert ennek nem is, tehát ezzel nem is mindig értek egyet, mert akkor ott mindig egy erősebb visszahatás van, úgyhogy inkább mi másként védekezünk. Ha megérint bennünket az, amivel dolgozunk a klienssel, szépen a kis papírkánkra felírjuk, amivel dolgozunk, és amikor elmegy a kliens, akkor bizony a végén kidolgozzuk magunkból is, mert ne érintsem meg többet, mert akkor tudok tökéletesen jelen lenni, ha engem nem érint meg a kliensem története, és tudok arra figyelni, hogy jelen legyek, tudjam, hogy miután mi következik, és ne vigyen el az ő története. Ugyanakkor nem szemtelenül hallgatom, hanem vele ott vagyok, a támasza vagyok. Na mi van még? Igen, utolsó nap, utolsó vasárnap, folyamatosan tanulunk, de vasárnap lesz egy vizsga, ami után mindenki tanúsítványt kap, amit utána ki lehet tenni az irodátokba, a kezelőtökbe, vagy csak egyszerűen otthon lefűzitek egy dossziéba, és néha végiglapozgatva hadd adjon erőt, hogy magát ezt a gyakorlatot közvetlenül tőlem tanultad meg, aki fejlesztette a gyakorlatot, vagy amikor kiteszed a kezelődbe, akkor el tudod mondani, hogy igen, Icától tanultam, ő fejlesztette ezt a gyakorlatot, és akkor amikor te esetleg trénerként akarsz már működni, és azt mondod, hogy most még kell, vagy szükséged van arra, hogy gyakoroljál, és még nem akarod egyedül tartani, akkor hozzám tudod csatlakoztatni az embereket, jössz te is gyakorolni, hívod ezeket az embereket, nyilván ennek egy különleges elszámolása lesz. Amúgy is, hogyha valaki tréner lesz, az egy franchise rendszerben működik, ami azt jelenti, hogy utána a tréning bevételének a 20%-a az, amit én kérek. Ugyanakkor ezért azt biztosítom, hogy folyamatosan eljöhetsz a tréningemre, ami kimondottan a karma feloldással kapcsolatos,
és időnként tartunk webkonferenciát, ahol az egyedi eseteket átbeszéljük. Igen, mi van még? Igen, azt is el fogom mondani, hogyha már gyenge a karma, akkor hogy mire lehet számítani, ott akkor általában már nem olyan nagy durranás, amikor elvégezzük, hiszen itt is működik ugyanaz az elv, ami az összes szikommunikációs gyakorlatnál. Van egy elv, amit úgy nevezünk, hogy trambulin effektus, hogy a trambulinon, ahogy ugrál az ember, minél mélyebbre megy, utána annál magasabbra tud ugrani. Tehát ha a kliensed vagy te nagyon mélyen van, utána nagyon-nagyon magasra tudsz menni. Ha csak ilyen kis pöty, akkor csak idáig lehet eljutni. De az is nagyon hatásos. Lehet, hogy ott helyszínen nincs akkora frenetikus ilyen kirobbanás, viszont ha egy év múlva megnézzük, akkor azt lehet látni, hogy totálisan megváltozott a kliensnek az élete jó irányba, amit ő is alá tud támasztani. No, ha van kérdésetek, tegyétek fel, én pedig megnézem, hogy eddig mit írtatok. Elnézést, ehhez fel kell vennem a kis szemüvegemet. Igen, nagyon jól, bánatomra szakadozik nálam a net. Igen. Anna Mari, tudom neked mondani, hogy sajnos biztos a vihar miatt akadozik, de ha minden igaz, akkor Aranka felvette ezt az előadást, és akkor a linkjét azt majd kiküldöm nektek. Jó, tehát a következő hírlevélbe meg fogjátok kapni, remélem minél hamarabb meg lesz, ha Aranka felvette, akkor már lehet, hogy holnap ki is tudom nektek küldeni, és akkor meghalljátok. No, kérdezem, hogy van-e valakinek, bárkinek bármilyen kérdése? Ha van, most tegyétek fel, én meg addig elmondom a tréning kapcsán a lehetőségeket. Aki, jaj, köszönöm, Aranka. Tehát a 4 hétvége úgy van, hogy hétvégénként 30 000 forint, tehát naponta 15 000 forint. Tehát, hogyha a 4 hétvégét kiszámolom, az összesen 120 000 forint. Aki előre fizeti egyben, annak van kedvezmény, az akkor 100 000 forint. Mivel Debrecenben van, ezért ez egy olcsóbb tréning, mert amikor majd november, december, január, februárban Budapesten tartom, akkor ott úgy néz ki, hogyha alkalmanként fizeti valaki, akkor 140 ezer, ha előre utalsz, akkor 120 ezer forint lesz. Tehát itt a különbség az, hogy az embereknek ugye még Budapestről, vagy máshonnan ide Debrecenbe el kell utazni. Viszont 10 fő részére tudok helyet biztosítani, még talán egy hely van, amit tudok adni, tehát hogyha még valaki most gondolja, hogy jelentkezne, annak tudok szállást biztosítani. Igaz, hogy matracon, de tudok szállást biztosítani. Az ingyen és bérmentve van. Tehát aki ideáig elutazik, az már jöhet pénteken délután 6-tól, és akkor egy kicsit várost néz, kirándulgat, biztos kellemes lesz az idő, be lehet ülni limonádéra, fröccsre, kávéra, jeges kávéra, lehet menni szétnézni, nagyon szép most a főutcánk, nem nagy város, de egyszerűen még akkor sem, hogyha az ország második legnagyobb városa, kellemesen körbe lehet járni, és a 4 hétvége egy igazi zarándokút annak, aki nem debreceni. Tehát amikor én is, vagy bárki érzi, hogy utazik 100, 200, 500 kilométert magáért, és ezt többször megteszi, akkor, akkor bizony az idegrendszer úgy kezeli, hogy ez egy zarándokút, amit saját magadért teszel meg, és mindig hálás érte. No, van egy kérdés. Mari feltette, érdekelne a bűntudat feloldó gyakorlat haláleset kapcsán. Mari, ezt én tudom levezetni. Nagyon sok gyakorlaton fent van a honlapon, ingyen bérmentve letölthető, viszont ez nem, mert ez egy olyan, amit nekem kell végigvezetni. Tehát ehhez kell egy rutin, kell egy olyan, amikor
még a másik hited van, illetve véleményed, hogy én a szemedbe nézzek, és rákérdezzek, és akkor te válaszolsz, és akkor még egyszer rákérdezzek, és te megint válaszolsz, és még egyszer rákérdezzek, és te megint, és megcsillan a szemed, és ott látom, hogy a neuronok váltottak, elengedte az előzőt, és áttette magát egy másikra, tehát nekem ezt látnom kell, a szemedből, a testtartásodból, úgyhogy egyenlőre, amíg nem dolgozok ki erre egy olyan módszert, hogy ki, tehát oda tudjam úgy adni, hogy csak fent van a honlapon, addig velem lehet. Ezt úgy lehet, hogy vagy személyesen, vagy Skype-on. A Skype az viszont csak úgy lehet, a bűntudat kitisztázónál nagyon fontos, hogy ne csak így legyen, mint ahogy most itt beszélek, hogy a, nekem például most a kamerám, a hangszóróm is, itt viszont kell ez a füles, mert itt nagyon fontos, hogy te a füledbe halld, amit én mondok, ugyanis majd mozgatlak, lehet, hogy erre kell állnod, lehet, hogy arra kell, mert az idegrendszert is közben egy kicsit kell mozgatni, tehát ennyi. A személyes konzultációk azok Debrecenben és Budapesten, óránként 10 000 forint, míg a Skype-os az óránként 7 000 forint. Van most egy lehetőség egyébként, hát hogy már feltettem, most gyorsan meg is nézem, a szabóirona.hu oldalon, de majd belinkelem nektek, van egy olyan a konzultációk között, hogy 7 alkalmas, vagy 7 órás bérlet, igen, 7 órás konzultáció Skype-on vagy személyesen felhasználható szeptember 1-ig, 39 000 forint, ebben egy alkalom lehet személyes, a többi pedig Skype-os. Ebbe belefér 3 alkalom is, hogy találkozzunk akár, és a nagyon nagyját azt ki tudod magadból így dolgozni. Na, be is raktam ide nektek a bérletnek a linkjét. Az nem baj, ha valakinek nincs kamerája, viszont akkor itt be kell fektetned a kamerába. Nem kerül sokba, nagyon olcsón is vannak ilyen pár ezer forintért, 3 000 forintért, vagy kölcsönkész arra az időre, viszont ilyen fülest is. Vagy eljössz Debrecenbe, vagy Budapesten tudunk találkozni. No, Hajni mondja, kedves Ica, van-e lehetőség arra, hogy egyénileg foglalkozz velem, illetve hosszú nekem a 4 hónap, 6 hetet vagyok otthon 2-szer 1 évben. Hajni, van rá lehetőség, és akkor ezt megtudjuk. Most pont van egy hölgy, aki Angliából ugyanezt szeretné, ő is keveset lesz itthon, és akkor így fogjuk megoldani, tudom egyénileg is természetesen. Igen, úgyhogy jelentkezzél, keressél ez ügybe, és el fogom mondani. Erzsó kérdezi, a tréninggel kapcsolatosan lehet hívni telefonon? Ha igen, milyen számon? Nem értem, mi van velem, nem tudok dönteni, lehet, hogy a félelem tart vissza, egyik percben azt érzem, ott kell lenni, aztán elbizonytalanodok, mondja Erzsó. Erzsó, mindjárt beteszek neked egy linket, hallgatgass, mert hát, ha támogatni fog ebben téged. Van egy egyórás felvétel arról, hogy tartottam erről egy előadást, gyakorlatilag az elejéről. Hogyan dolgoztam ki, mire jó egyáltalán, tehát többet beszélek, mint most, mert itt ugye főleg azoknak beszéltem már, akik döntöttek, vagy aki érdeklődik. Úgyhogy mindjárt megkapod ezt a linket, másolt ki, egyébként a honlapomon a www.sziakadémia.hu oldalon, középen, ha görgeted lefele, megtalálod a 3. videó, ha jól emlékszem, amikor a biztos emlékeztek, tavaly volt a Bio Öngyógyító Központban egy nagy előadásom, több 160-an voltak, és online is közvetítettük az első 1 órát, lehetett hozzá csatlakozni, és akkor annak megvan a felvétele, meg lehet ezt nézni. Sokat fog neked segíteni, jó? Tehát ez az egyik.
már meghallgattad, rendben van. Akkor viszont, ha nem tudsz dönteni, ne én győzzelek meg, végezzen rá egy gyakorlatot. Van egy olyan gyakorlatunk, aminek az a címe, hogy a lélek szerinti döntés gyakorlata. Tehát amíg te nem érzed azt a belső hangot, hogy ott a helyed, akkor vagy hozol egy döntést, aztán kiderül, hogy ez jó vagy nem, vagy elvégzed a lélek szerinti döntés gyakorlatát. A tudatos változatot légy szíves, azt csináld meg, mindjárt azt is kikeresem, és ide beteszem neked. Jó, van-e még valakinek kérdés? Egyébként természetesen lehet Ázsó engem is hívni, annyi van, hogy már most nagyon kevés időm van itt a kezdés előtt, úgyhogy ha még dönteni akarsz, akkor gyakorlatilag van a ma estéd, ugye ma szerda, csütörtök, és a péntek. Aztán vagy már pénteken jössz is, estére mondjuk, ha messze laksz, vagy szombat reggel fogsz ide érkezni, 9:30 körül, mert 9:30-kor kezdünk. No, Erzsó, beraktam ide neked a lélek szerinti út választásának a gyakorlatát, úgyhogy nézd meg. De nyugodtan hívjál, a telefonszámom, ezt többen is nyugodtan felírhatjátok. Annyi, hogyha más kapcsán akartok hívni, az akkor ezen a héten nem, mert ez a hét nekem nagyon zsúfolt. Ezen a héten csak ezzel keressetek. Mondom a számot, 0630, de mindjárt be is írom, tehát 30-as, 9358, 001. Jó, itt a következő link, igen, itt a telefonszámom is. Na, Erika, azt mondja, hálásan köszönöm, itt számot eddig kaptam tőled, nagyon sokat segítettél. Örülök neki, Erika, és köszönöm a visszajelzést. Van-e valakinek még kérdése bármi kapcsán? Van-e még kérdés? Van-e még kérdés? Várom, ha esetleg lenne. Igen, kik azok a lelkek, akik az égiek, és ők kik valójában? Kérdezte Anett, elnézést, erre nem válaszoltam, erre szeretnék. Kik a lelkek? A lelkek azok, akik ellen előző életünkbe vétettünk, tehát azok élő emberek voltak, csak már most testetlenek, és úgy kell őket elképzelni, hogy ugye ugye itt a Grabovoi számok, meg a gyógyító kódok kapcsán nagyon sok orosz magasan spiritista guruknak könyvei jelentek meg, és nagyon tetszett az egyik filozófia, igaz, hogy én nem sokat olvastam belőle, meg nem is szoktam mindig végigolvasni a könyveket, csak így bele-bele olvastam, úgy kértem az égieket, hogy na, kinyitom valahol, hol van egy üzenet. Na, meg is kaptam az üzenetet, hogy ott arról beszélt, hogy úgy vagyunk, hogy van az anyalélek. Az anyalélek az mindig, most vegyem azt, hogy fent van, hozzánk képest fent van. Persze, mi van fenn, meg mi van lent, mert hogyha nagyon lemegyek, az is az univerzum, ugye a Földnek a másik oldala, az akkor nekik fent, nekem lent. De most vegyem azt, hogy hozzám képest fent vannak az anyalelkek. Az anyalélek egy nagy valami massza, amiből mindig le lesz születünk. Nem az egész lélek születik le, abból egy picurka. Abba az csinálja meg magának a testet, sűríti be magát testbe, és akkor, amikor alszunk, akkor egy vékony szálon mindig össze vagyunk kötve ezzel az anyalélekkel, és akkor mi oda felmegyünk, megmátrózunk a nagyba, felfrissülünk, és visszajövünk. Na most, amikor a lelkeket megszólítjuk, nem tudjuk, hogy ők már leszülettek, vagy éppen létközben vannak.
viszont mi ezt az anyalelket szólítjuk meg. És az anyalélek, most mindegy, hogy ő belőle éppen le van valaki születve, vagy nem, oda teszi a figyelmét, hiszen szólítjuk. Hiszen ő kitágult tudattal létezik, és emlékszik arra az összes előző életre, és tudja, hogyha azt mondom, hogy szólítom mindazon lelkeket, akiket én vagy bármelyik ősöm, de főleg én, az idők kezdetétől, mondjuk szemét módon átvágtam, hazudoztam, kifiguráztam, nevetség tárgyává tettem, holott ők szerettek, megbíztak bennem, és soha velem ilyet nem tettek volna, és nagyon szerettek, megbíztak bennem, és én ezzel óriási lelki fájdalmat, és kiábrándultságot, és csalódást okoztam nekik. És akkor, mivel ő tudja, hogy az ő neki az előző inkarnációiba tettem ilyet, akkor odafordítja a tekintetét, illetve a figyelmét, és eljut hozzá az információ, hogy én miket mondok neki, hogy azt mondom, hogy nagyon sajnálom, hogy azt tettem, kérlek, bocsásd meg nekem. Csak akkor, amikor ezt tettem, hogy átvágtalak, megszégyenítettelek, stb., még nem voltam tudatában, hogy mit okozok a tetteimmel, a szavaimmal, de most, hogy mondjuk megtette a Géza, vagy a párom, vagy a valakim, most már én is átéltem ezt a szörnyű, rettenetes fájdalmat, pont olyat, amit én okoztam nektek, és akkor ezért kérlek, hiszen jogosnak tartom most már, ezt csak így most zárójelben jegyeztem meg, ez nincs a gyakorlatban, de ugye ez az üzenet mögötte, hogy én már ezt megszenvedtem, úgyhogy bocsássatok meg. De most azért kell a bocsánatot kérni, hiszen előző életben, amikor rosszat okoztunk, ugyanúgy, mintha nekünk most valaki rosszat okoz, és úgyhogy ő fájdalomban van, tehát nem a tudatossága szintjén, hanem mélyen a fájdalomban, akkor lehet, hogy kifut a száján, hogy dögölj meg, rohadj meg, meg hogy az Isten verjen meg téged, vagy legalábbis tapasztald meg ugyanezt. És ahogy belőlünk ez kibudjanhat fájdalmunkba, ugyanez ki tudott budjanni előző életekbe azokból, akik ellen mi vétettünk, és bizony azt tudjuk, hogy egy fájdalomból elengedett kívánalomnak nagyon nagy ereje van. Na hát én remélem, hogy válaszoltam a kérdésedre. Mindjárt megnézem ezt a kérdést pontosan. Azt mondja, Anett kérdezte, hogy kik azok a lelkek, égiek, és kik valójában. Én azt hiszem, Anett, kérlek szépen, hogy válaszolj, hogy úgy érzed, hogy ki elégítő-e számodra ez a válasz. Igen, igen. Úgy látom, hogy nincs több kérdés. Nincs több új kérdés. Jól van. No, hát Erzsónak azt kívánom, hogy döntsön, vagy igen, vagy nem, ha nem most, akkor majd ősszel, csak ha ugye, aki már most gondolkozik rajta és megteheti, azért lehet neki mozgalmasabb vagy izgalmasabb most, mert akkor őszre már kioldott egy csomó karmát, az oldható karmáit, már most elindulhat más irányba az élete. Ez az egyik. A másik pedig, hogyha valaki időközben úgy gondolja, hogy ő tréner szeretne lenni, akkor már ősszel el is tudja kezdeni, vagy már ősszel tudjátok hozni hozzám, ti mint segítő trénerek, tehát nem segít trénerek, onnantól ti már segítő trénerek vagytok, igazi trénerek, akik segítik az ő és a többieket, mert hát ugye, ha mondjuk valakinek két embere van, akkor őket segíti, meg még a többieknek, hiszen kell a rutin, a tapasztalat, a gyakorlat. Ja, és lesz egy izgalmas még, hogy a kis lapunkra vezetjük, mint jelenléti évet, hogy hány lelket sikerült felszabadítanunk. El kell, hogy mondjam, hogy van, amikor a legkevesebb 5-10, hogy annyian jelennek meg, ez is egy speciális eset, de van, amikor 1000, 5000, 10000, 100000, 1 millió, 10 millió, 1000 millió, 1 milliárd, 10 milliárd, 100 milliárd, és akkor most megütheti a füledet, hogy hó, de hát csak 7 millióan vagyunk a Földön. Igen, de ne felejtsük el, hogy az idők kezdetétől hány inkarnáció volt. És ezek újra és újra megjelenhetnek. No, Erzsó, olvasom, igyekszem,
Azt mondja, azt érzem, nehezen fogadok el segítséget, lehet szeretek szenvedni, ezt érzem most, ez jön fel. Igen, ez is egy speciális eset lehet, nem biztos, hogy a tied ilyen, de azt már tapasztaltam, hogy akinek nagyon erős ez a karmája, még ugye dolgozni kell rajta, még úgy is nehezítve van, hogy valahogy nincs füle meghallani ezeket, nem látni, hogy van lehetősége, vagy ez a nehezen fogadok el segítséget, ugye ez az egónak a döntése, hogy én nehezen fogadok el segítséget. Mert a lélek ugye az mindenkivel összefolyna, kommunikálna, áramlik köztünk a szeretet, a melegség, ő neki ez teljesen természetes. Ő is ott segít, ahol tud, természetesen azért el is fogadja, hiszen ez az alap, hogy segítsünk. Persze nem úgy, hogy orba szájba, de ha ott van a kérés, akkor mindenképpen. Na hát ezen majd még dolgozol, Ázsó. No, akkor én azt gondolom, hogy ez így rendben volt. No, ha nincs kérdés, akkor én ezt be fogom a mai estét fejezni. Nagyon örülök, hogy ennyien érdeklődtek, hogy tulajdonképpen mi is ez a tréneri képzés, hogy mi lesz. És akik itt vagytok és jöttök hétvégén, azoknak most ugye komoly betekintése lehetett, hogy mi is lesz ezen a 4 hétvégén. Amellett, hogy tanulunk, azért ilyenkor nagyon-nagyon mély barátságok szövődnek emberek között. Találsz majd magadnak olyat, akivel tudsz együtt dolgozni, hosszú éveken keresztül. Nagyon jó, tehát kapcsolatépítő is, és a kapcsolat az meg tudjuk, hogy jó. No, hát nagyon szép estét kívánok nektek, örülök, hogy itt voltatok. Jó éjszakát nektek. Sziasztok!